nagyon érdekes volt az a történetem, amikor a gyerekeknek azt mondom, a kedvenc történetét kívánok, amikor is az ablakon keresztül, amelyik a valóban bent a legmélyében volt az ágyának, felkeresztem előtt egy ablakot, felkapaszkodtam, miután mellettem álló emberek hultak estekre, mellettem álló öreg néni, 28 éves voltam, öreg néni, fiatal ember, fogjon meg el, lenyomnak. Megfogtam, nem tudtam, elengedtem, lenyomták. Ekkor felkapaszkodtam az ablakra, betöltem az ablaknak az üvegét, és próbáltam megúszni. De az emberek, mint az utolsó szalmaszálért, mondtak, hogy lábamért, és a cipőmnek, a vadonatú cipőmnek köszönhettem a megmenekülésemet, mert a cipő a kezükbe maradt. Én pedig bezöttyentem egy kis úszkóval, csak kis úszkóból, pedig hát megpróbáltam tovább menni az útvalon, tisztviselők körbeállták az utat, átvonultam úgy, ahogy csatakosan, nem szívelem kimondani, de borzasztó véresen és hangjelővel tapálva átmondtam, nem tudom, és felkapaszkodtam az első emeletre, ahol egy széket voltak, talán elájultam. Amikor 1998-ban a Magyar Építés Szövetségnek elnöke lettem, tisztelő látogatásom voltam a Fővárosi Államtitkárnál, és elmeséltem neki ezt a történetet, csak Tamás államtitkár úr azt mondta nekem, más idős közben, ő is ott volt, és tudom-e, hogy kilocsolt fel erre a szív.